kedves nézőink, köszöntöm Önöket, ez a pillanat is elérkezett, 2 éves lett a kifutón túl. Állatkerti szülinapos adásunkban ismét állati kalandokra invitálom Önöket. Elsőként majd, ahogy a kezemben is láthatják, a tengeri malacokról lesz szó. Egyrészük itt a csarnokban lakik, a többiek pedig a kinti kifutóban, de emellett arról is szó lesz, hogy mi a különbség az állatkerti és az otthoni tartásuk között. Ezt követően a vadonatúj szurikát, a kifutót is láthatják, illetve az ott élő fürge lakókat. Majd szó lesz a táborról, valamint az állatkert tavaszi és nyári programjairól is. Tartsanak velünk! Először még félénken bújtak össze, majd amikor megérkezett kedvenc eledelük, Mohóna tál köré gyűltek. Mindenki elsőként szerette volna a finom falatokat. Ez az állatkerti tengeri malacok kinti csapata. A tengeri malacok otthoni és állatkerti tartása között igazából nincsen különbség. Annyi különbség lehet esetleg, hogy mint állatkert nagyobb helyet tudunk számukra biztosítani, nagyobb kifutót, több mozgásteret, viszont táplálkozásban nem is szabad, hogy legyen különbség a házi, illetve az otthon tartott és állatkerti tengeri malac között, hiszen a tengeri malac otthon is és az állatkertben is pont ugyanazt teszi, pont ugyanarra van szüksége. Egy rágcsálóról beszélünk, ami társas lény, tehát alapjáraton 2 dolognak kell megfelelnünk, bárhol tartjuk. Az egyik ugye a megfelelő táplálkozása, ami alapjáraton szénából kell, hogy álljon, hiszen egyrészt a széna megadja neki azt az alap táplálékot, amire neki szüksége van, másrésztről pedig folyamatosan, mivel rágcsáló, folyamatosan nő a foga, folyamatosan koptatnia kell, a széna erre is tökéletes alapot ad. Természetesen szükséges még, hogy különböző vitaminokkal és ásványi anyagokkal támogassuk a szervezetüket. Hogyha ide jönnek hozzánk a látogatók, leginkább a legfeltűnőbben azt látják, hogy leginkább zöldség és egy kis gyümölcs mennyiség lehet benn az állatoknál. Gyümölcsből nagyon-nagyon keveset, akár állatkert, akár otthon, hiszen cukortartalmú dolgokról beszélünk, ami ugyanúgy hathat rájuk, ahogy ránk, tehát hogyha túl sok cukrot viszünk be a szervezetünkbe, az egészségtelen. A zöldségmennyiség pedig szintén táplálékkiegészítőként és vitaminok gyanánt fontos. Hogyha vonhatok egy ilyen párhuzamot, közös bennünk és a tengeri malacokban, hogy egyikünknek a szervezete sem termel alapjáraton C-vitamint. A vitaminokat vagy zöldségekkel pótolják, de olyan is előfordul, hogy plusz C-vitamint csepegtetnek az ivóvizükbe, ezek mellett pedig a harmadik féle táplálékuk az úgynevezett tengeri malac szemes takarmány. A jó ételek mellé pedig a jó társaság is fontos. A másik dolog, amit a megfelelő táplálék mellett meg kell említenünk, az, amit az elején is mondtam, hogy a tengeri malac társas lény, tehát nem tartható egyedül. Legalább 2 kell, hogy legyenek. Gondolhatunk itt akár állatkerti, akár otthoni tartásukra, de mivel az állatkertben több helyük van, ezért nálunk lehetnek többen. Nagyon fontos, hogy ez a pár, ez ne két nemű legyen, illetve hogy a csapatról beszélünk itt az állatkertben, ne két nemű csapatot tartsunk, hiszen rendkívül szapora állatról beszélünk, és hogyha hímünk meg nőstényünk van, akkor egyértelműen hirtelen lesz nagyon sok tengeri malacunk, és azzal már az állatkerti szinten sem tudunk mit kezdeni. Nálunk az állatkertben a szaporulat alapjáraton nincsen, mert nőstényeket tartunk, viszont hogyha van, mert mondjuk elkezd kiöregedni az állományunk, akkor ugye frissítjük, és a megszületett hímtengeri malacok azok ivartalanításra kerülnek, és úgy visszakerülnek a csapatba, így aztán megkaptunk egy kiegyensúlyozott ivartalan hím és ivaros nőstény csapatot. Mivel ivartalanak a hímek, ezért nem érdekli kvázi őket semmi, csak a táplálkozás, nem harcolnak a nőstényekért, nem harcolnak a területért egymással. Nőstények is így sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetnek, hiszen nem üldözi őket semmilyen hím, vagy a szerelmével mondhatjuk. Sokszor használom ezt a szót, de ez a lényeg, hogy kiegyensúlyozott és egészséges csapatunk van. Ez pedig a tengeri malacok csarnokos csapata, akik szintén szívesen masíroznak a tengeri malac vonatban. Itt az állatkertben 2 tengeri malac csapatunk van, 2 különálló tengeri malac csapatunk. Az egyik csapatunk, ők már évek óta itt laknak, hogy megtekintjük őket a külső kifutójukban. Ők ugye télen el vannak szállásolva egy fűtött házba.
hiszen dél-amerikai állatról beszélünk, az pedig nem tűri jól a hideget, illetve nyáron pedig visszakerülnek a kis helyükre, ott is van egy belső helyük, ahol mondjuk most mai napon például rossz idő van, esik az eső, hideg van, úgyhogy ma például nincs is vonat a külső kifutójukra. A vonat az az állatkertben az első programunk, ugye azzal nyitjuk minden napunkat, ez azt jelenti, hogy a tengeri malackák, most még mindig a kintiekről beszélek, a tengeri malackák kimennek a belső éjszakai szállásukról a külső kifutójukra, és ott megkapják a reggeliüket, majd ezzel is záródik az állatkerti napi program, visszakocognak a helyükre. Ők az egyik csapat odakin. A másik csapat ideben, ahol most vagyunk a Csarnok játszóházban, ők az egykori Fülesbástyának voltak a lakói, ugyanaz volt ott a program, mint amit kinn az állatkertben, tehát a tengeri malac vonat, akkor szintén az egyik éjszakai helyükről lementek a nappali helyükre. Ugyanezt történik most velük itt a csarnokban, tehát ott mögöttem, hogyha látható, ott van az éjszakai helyük, arrafelé, és itt mögöttem a sineken közlekednek ki a nappali helyükre, majd ugye délután vissza. Sokan azt gondolják, hogy a csarnoki masírozók eledelként is szolgálnak, de a cuki tengeri malacokat senki nem eszi meg az állatkertben. Láthatjuk, hogy itt mögöttem, ahol ugye a sinük fut, ott laknak a kígyók az üveg mögött. Ilyenkor asszociálhatunk véletlenül arra, hogy a tengeri malac az a kígyó tápláléka. Ez nem igaz, hangsúlyoznám, kettő dolog miatt. Egyrészt azért, mert mi a tengeri malacokat itt nem arra tartjuk, hogy ők táplálékállatok legyenek. A tengeri malac nálunk, ők a cukik, ők a programunk, ők az, akiket szeretünk, ők pont olyan állatok itt nálunk, mint például egy elefánt, vagy egy zebra, vagy bármi, amit itt mi szeretünk és gondoskodunk róla. A kígyóknak megvan a saját táplálékforrása, és az nem a tengeri malac, és azért is fontos, hogy ne a tengeri malacot egyék a kígyók, mert a tengeri malac nagyon zsíros állat, és a kígyóknak egyáltalán nem tesz jót az, hogy ők tengeri malacot esznek, akár egyszer, akár ne adj Isten többször. Kézből is szívesen majszolnak az állatkert legújabb lakói a szurikáták. Az esős időben inkább a melegítő lámpa alatt maradtak, hiszen a sivatagi állatok nincsenek hozzászokva a tavaszi télhez. A szurikátáink azok márciusban érkeztek, egyik felük Szlovákiából, a pozsonyi állatkertből, a másik felük pedig a szegedi vadasparkból érkezett. Ugye a szegedi vadasparkból érkezett három nőstény, illetve pozsonyból négy hím. Volt egy körülbelül egy 30 napos karanténperiódusunk, ami után az állatokat elkezdtük összeszoktatni. Ugye ennek megfelelően alakítottuk ki a tartóhelyüket, ami úgy néz ki, hogy van benne két box, illetve az első boxuk az még ketté vehető, és egy ilyen rácsos fallal elválasztható, ami pont arra való, hogy az állatokat úgymond elkezdhessük bemutatni egymásnak. És ezután, miután ez a bemutatás megtörtént, akkor engedtük össze őket. Ugye a szurikáták egy elég komplex szociális rendszerben élnek, ezért gyakori az náluk, hogy ilyenkor hierarchia arcok törnek ki, ami kialakul úgymond egyfajta sorrend a csapatban. Ez így az elején megvolt, de igazából nem volt annyira kemény, mint amire számítottunk, szóval volt egy-két odaharapás, egy-két odamorgás, de igazából elég jól lement ez a dolog. És amikor ez megtörtént, utána engedtük ki őket a külső kifutóra, ahol elején azért természetesen felügyelettel, mert nem voltunk benne biztosak, hogy esetleg ilyen agilis állatok nem képesek-e átugrani a kerítésen, de úgy tűnik, hogy minden igazából rendbe zajlott. Sajtóeseményen mutatták be a nagy közönségnek az új kifutójukat, amit nagy örömmel vettek birtokba. Az apró állatok egész nap mozgásban vannak, ásnak és figyelnek a látogatók legnagyobb örömére. A kifutónak a kialakításának a lényege az, hogy úgy alakítsuk ki, hogy abban az állat jól érezze magát, a különféle úgymond viselkedési igényei
azok találkozzanak a kifutónak a kialakításával. Ezért figyeltünk arra, hogy vannak részek, ahol például nagyon mély homokot, illetve sok ásási lehetőséget adtunk, sok bujkálási lehetőséget. Ugye a szurikátáknak általában napja az úgy telik, hogy a csapat nagy része az keresi a táplálékot, ás egész nap, és mindig van egy őrszem, akit kiállítanak. Ennek az őrszemnek kell egy olyan hely, egy olyan magaslati pont, ahonnan belátja az egész környéket. Ilyeneket is biztosítottunk, amúgy nagyon jól látható, hogy ezeket használják is, illetve főleg fönn a madarakat figyelik, mert ugye a ragadozóik nagy része amúgy a természetben is madarak. És akkor így lényegében egész nap el tudnak lenni. Emellett ugye a gondozóink foglalkoznak velük, különböző olyan feladatokat találnak ki, hogy a táplálkozás az ne annyiból álljon, hogy akkor oda teszik eléjük az ételt, és akkor megvagyunk, hanem úgymond meg kelljen küzdeni érte. Ezért csinálunk nekik különféle úgymond játékokat, amivel úgymond tudjuk stimulálni ezeket a táplálékszerzési magatartásokat. A szurikáták tartása régóta tervben volt az állatkert vezetőségének. Azért is döntöttünk emellett a faj mellett, mert ez egy állatkertekben egy kifejezetten népszerű faj, illetve azért tudjuk, hogy mesékből is ismeretesek a szurikáták. Viszont emellett azért egy nagyon emblematikus faj, illetve ahol ők laknak, ugye ez Namíbia, Dél-Afrika északi része, félsivatagos-sivatagos területek. Jelenleg egy egész jó, stabil populációjuk van, viszont azért ez egy relatíve kisméretű, illetve érzékeny terület. Szóval azért a populációkban nagy változások lehetnek, az éghajlatváltozás azért nagyon kihathat úgymond a mindennapjaikra, mert ők főleg rovarokkal táplálkoznak. Mohón keresték a finom falatokat, a gondozók próbálják számukra kihívássá tenni a gyümölcsök és rovarok felfedezését. A természetben ők igazából mindenevők, főleg rovarevők, de hát ugye sivatagban olyan alapon működnek, hogy megesznek mindent, amit találnak. Úgyhogy mi is ezt próbáljuk azért, ezt a változatosságot próbáljuk visszahozni, ugye nálunk is főleg rovarokat kapnak, emellett biztosítunk neki egyéb takarmányt, szóval zöldségeket, de például egeret is, vagy éppen csibét, vagy olyan takarmányt, amit úgymond ragadozóknál használnak, hogy a megfelelő vitamin és ásványi anyagok a szervezetükben meglegyenek. A komoly hierarchiájuk része, hogy nem csak egy szurikáta uralkodik, hiszen egy úgynevezett alfa pár áll a többiek felett. A nőstények az uralkodók igazából, de ez úgy működik, hogy van egy alfa pár, egy vezető pár, akik úgymond az egyetlenek, akik szaporodhatnak a csapatban, és akkor úgymond a többi az általában az csak a táplálékszerzésben, illetve a fiataloknak a felnevelésében segít. Az állatkert szeretné, ha a közeljövőben szurikáta bébikkel örvendeztetné meg a csapatot az alfa pár, a gondozók pedig úgy látják, hogy erre jó esély van. A tapírokhoz igyekeztek először, akiket távolról, majd közelebbről is megnézhettek, sőt meg is simogathattak az ótáboros gyerekek. Egyen pólóban és sapkában vágtak neki a kalandoknak, amiről idén sem kell lemondaniuk. Idén az ótábor ugyanúgy megrendezésre kerül, mint bármikor az eddigi évek során. A tavalyi metódus alapján, ami ugye bevált, ugye tavaly volt először az, hogy többen jöhettek gyerekek, mint eddig. Megvan ez a 90-100 fő, ami hetente jöhet. 10 hét lesz összesen az ótábor, ugyanaz a 10 hét, ami a nyári szünet. Június 24-jel kezdünk, és augusztus végével fogunk zárni, ugye folyamatos 10 héten keresztül. Hetente 100 gyerek jöhet ide hozzánk, 3 házba elosztva, ugyanúgy, mint tavaly, ez az egyik, ahol most vagyunk. A tematika, ugye megvan évek óta az alap, hogy valamilyen állatos program, aztán eszünk, aztán állatozunk, stb. Tehát ezt továbbra is megtartottuk, csak, mint ahogy szintén minden évben, megint változik valamennyire a program.
hiszen nem szeretünk mindig ugyanarról beszélni. Az állatállomány az állatkertben 90%-ig ugyanaz, vannak újak, ők nyilván bekerülnek, és a tematika is, tehát az állatkerti séták, meg a tanulmányaink, ahogy amiköré fölépítjük az állatkerti tábort, az kicsit más lesz. Idén ezt elmondhatom, mert több programot, meg ami a fejemben van, tervet nem szeretnék előre lelőni, azt mindenkinek majd a táborban megtapasztalja, de az alap dolgot elmondhatom, amire megépítjük idén a tematikát, az a sebezhetőség, ugye a Természetvédelmi Világszövetségnek a sebezhetőség listája, az alapján fogunk az állatok között végig sétálni. A gyerekeknek szerveztek állati bemutatót is, melynek során jól ismert fajok mutattak be trükköket. Láthatóan nagyon élvezték és szívesen szerepeltek is az előadásban, ahogy a vadászok bemutatójára is nagyon odafigyeltek. A különleges állatos programok mellett az érzékenyítés és az állatvédelmi ismeretek átadásai is fontos részei az ótábornak. Minden évben külön csoportokra bontjuk az állatokat, lehet ez mondjuk kontinens szerint, vagy tápláléklánc szerint. Idén pedig arra fektetjük a hangsúlyt, hogy az az állat, ami előtt éppen állunk, abból hány példány van még a Földön, mi az, ami őket fenyegeti, mi az, amit ugye mi tehetünk. Gondolunk itt mondjuk a keskenyszájú orrszarvúra, amiből 5500 példány körül van még összesen a világon, tehát ez nem csak odakint Afrika, hanem ebbe beletartoznak az állatkertek is. És akkor mi az, amit mi az orrszarvúért például tehetünk? Vagy mi az, amit mi a csimpánzért tehetünk, hogyha egy kicsit átkapcsolunk arra a témára? Hát ugye mi a különbség a között, hogy ez az állat most sebezhető, ugye a Természetvédelmi Világszövetség listája alapján, most ő sebezhető, vagy mérsékelten fenyegetett, vagy fenyegetett. Vannak ilyen fogalmak, és ezeket fogjuk tisztázni. A gyerekek nagyon érdekesek, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, amikor velük beszélünk, mert nem tudhatjuk, hogy mit szűrnek le abból, amit mi elmondunk nekik. Függhet ez attól is, hogy milyen körből érkeznek, mit tanítottak nekik eddig otthon, mit tanultak eddig az iskolában, mert minden, ami itt elhangzik a táborban, az állatkertben, azt ők kapcsolják valamihez, amit eddig tudtak. Hogyha új információ van bevezetve, vegyük például most ugye ezt a sebezhetőségi listát, akkor mindenképpen kapcsolnunk kell valamihez. Kapcsolni fogom például az előző táborokhoz, hiszen vannak gyerekek, akik folyamatosan visszatérők, és kapcsolnom kell, vagy kapcsolnunk a nevelőimmel kell az új tematikát valamihez, ami teljesen általános. Például, hogyha vesszük a háziállatokat, akkor kapcsolódnunk kell az otthon náluk tartott háziállatokhoz. Hogyha megkérdezze bárki egy zootáboros gyereket, hogy mi a kedvenc programja, vagy mit tanult, akkor azt fogja mondani, hogy a kakiszedés, és hogy ő azt tanulta, hogy hogyan kell kitakarítani az állatokat. Ez szintén nagyon fontos dolog, és nem fogják azt megjegyezni, hogy most melyik állat sebezhető, vagy kihalás szélénál. Viszont kapnak egy képet, egy egységes képet a világról. Azt megtanulják, vagy azt meg fogják érteni, hogy bizony orrszarvúból kevés van, bizony csimpánzból kevés van. Miért van kevés? Azt, hogy miért van kevés, még ezt sem nagyon fogják megérteni, hiszen gyerekek, ehhez fel kell nőniük. Viszont, hogyha emlékszünk arra, hogy mi annó mit tanultunk gyerekkorunkban különböző dolgokból, mire emlékszünk ezekből a dolgokból, és mikor volt az az idő, amikor ez egyszer csak bekattant, hogy tényleg én ezt tanultam. Ja, hogy ennek ez a jelentősége? Lehet, hogy 10 év telik el, de akkor is meg fogja érteni. És ami szintén fontos, hogy viszik magukkal a tanulmányaikat, és elmesélik otthon a családnak, a barátaiknak. Így aztán igazából nem azt a 100 gyereket oktatjuk hetente, akik megérkeznek, hanem akár több százat is, akikkel ők még kapcsolatba kerülnek. Évről évre több száz lurkó vesz részt a táborban. Érdemes figyelni a weboldalt, ahol időben minden információt közzétesznek majd.
Zótáborra jelentkezni addig mindig lehet, amíg látjuk, hogy egy héten van hely. Hogy milyen információkat, illetve hol találunk a honlapon. A honlapon minden információ fönt van a táborral kapcsolatban. Hogyan készüljünk, miket hozzunk magunkkal, mire lehet számítani, tehát az alapprogramok is kint vannak. Étkezés, étlap, póló, pólóméret, táblázat, tehát ezekre mind fel tudunk készülni. És mondom, jelentkezni addig lehet, ameddig látjuk, hogy egy héten van még hely, az is ki van írva, hogy ezen a héten éppen hány hely maradt még, és hogy mikor frissítettük a listát utoljára. Én hetente fogom úgyis a listákat frissíteni, amikor összerakom az egyik tábort, akkor frissítem a többit is, tehát a tábor névsort, frissíteni fogom a többit is. Lesz idén külső programunk, mert rágták a fülemet érte tavaly a gyerekek, úgyhogy lett. Elmegyünk Cyberjumpba. A Halloween-i az állatkerti programok közül kiemelkedő, de nem csak ősszel várják színes események az állatkertbe látogatókat. Májusban remélhetőleg a jó idő is velünk tart ismét, és számos programmal készülünk itt az állatkertben. Látványetetések, a közkedvelt pingvinséta, elefánt tréning, elefánt etetés. Pünkösdi hosszú hétvégén is készülünk plusz programokkal, illetve a májust szokásosan zárjuk, a május utolsó vasárnapját zárjuk a gyereknapunkkal. A gyereknapon játékokra is ugye nyilván az állatkerti alapprogramok mellett játékokra is lehet ismét számítani, illetve tűzoltóság, rendőrség is képviselteti magát, tehát esetleg, hogy is mondjam, szakmát is választhatunk magunknak itt az állatkertben. Gyereknapra május végére pedig megnyílik a kecske játszóterünk. Miért hívjuk kecske játszótérnek? Azért, mert jelenleg a kecskék, ahol vannak, az egy ideiglenes terület, amíg az a játszótér elkészül. Úgy kell elképzelni az egészet, hogy ez egy ketté bontott terület, így idézőjelben, ugye az egyik a gyerekeknek a mászókája, a játszótere, a másik pedig a kecskéké. Lesz ugye közös terület, amikor gyerekek és kecskék egyaránt leérkeznek a földre, viszont mind a kettejüknek, ugye a kecskéknek a környezetgazdagítás, hiszen lesz olyan hely, ahol ők játszhatnak, ugrálhatnak, a gyerekeknek pedig az új játszótérnek az élménye. Kedves nézőink, ennyi volt már a Kifutón túl. Reméljük, hogy tetszett születésnapi adásunk. Legközelebb már remélhetőleg egy kicsivel jobb időben nyáron találkozunk. Addig is nézzék vissza az eddigi adásokat. További kellemes televíziózást és jó szórakozást kívánok Önöknek. Viszontlátásra!